Koszorúzással egybekötött emlékműavatást tartottak az Újvidék melletti járekon, ahol 1944 és 45-ben mintegy 6500 német nemzetiségű ember vesztette életét a gyűjtőtáborban. Az ártatlan áldozatokért emelt kereszt leleplezésére szinte az egész országból, valamint külföldről is érkeztek leszármazottak, hozzátartozók. Ez nekünk egy ilyen emlék, eljövetel, vagyis tiszteletadás az őseinkhez. Az emlékhely kialakításának gondolata 10 évvel ezelőtt vetődött fel a vajdasági németek körében. A mostani esemény egyfajta megbékélést is jelent a két nemzet között. Sokat jelent, igen, hogy az utókor is valahol megtalálja azt, hogy itt németek éltek. És ne hallgassuk el, és én ezt mindig kihangsúlyozom, hogy igenis itt ártatlan áldozatok fekszenek, tehát nem kollektív bűnösség, és a németeknek a nyakukba varták ezt, és ezért harcolok külföldön is, sőt Strasbourgba, Brüsszelbe is harcoltam, hogy igen, mondjuk ki ezt, és vonjuk vissza ezt a kollektív bűnösséget, mert olyan nem létezik. Wir dürfen heute in Járek dieses Denkmal einweihen. Járekon megszentelték az emlékhelyet, majd beszédet mondott Axel Dittmann, Németország szerbiai nagykövete. Rámutatott arra, hogy a németek és a szerbek mennyire előre haladtak a megbékélés folyamatában. Szerinte sikerült megbocsájtani a múltbéli eseményeket. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke azt mondta, hogy vegyes érzések kavarognak a lelkekben, amikor a végtisztesség jeleként keresztet emelnek a tábor helyén. Én ezt egy nagyon fontos civilizációs lépésként élem meg, és ha szabad ilyen pillanatban azt mondani, akkor azt mondom, hogy boldog vagyok, hogy ennek részese voltam. Mert azt gondolom, hogy egy olyan adósságot törlesztünk, ami az aktuális politikának a feladata. Már régen előttünk másoknak meg kellett volna tenniük, de az a fontos, hogy mi ebben nem mulasztottunk. Alekszandár Vučić, szerb kormányfő, a nemzetek közötti megbocsátásról, valamint Belgrád és Berlin partneri kapcsolatairól is beszélt. Danas, dragi prijatelji, pre svega, mi Srbi pravimo civilizacijsku razliku u odnosu na naše ponašanje nekada, ali u odnosu na neke druge narode, jer ne mere se narodi samo po svojoj veličini, već po svom ponašanju, po svom odnosu, kako prema svojim, tako prema tuđim žrtvama. Danas pokazujemo da umemo da pokažemo poštovanje prema tuđim žrtvama, jer samo tako imaćemo pravo da tražimo pravdu i respekt za naše žrtve. A második világ égéség mintegy 400 ezer német élt Bánátban és Bácskában. Jelenleg a számok 4000 körül mozog. A háború vége felé sokan elmenekültek a partizánok elől, sokan azonban meghaltak a táborokban. Járekon működött az az internáló tábor, ahova a csúrogi, zsabjai és mozsori magyarok mellett vajdasági németek is kerültek a második világháború végén.